Folytatódik az Ady utcai közmű felújítása. A beruházás első üteméről és arról, hogy mi várható a következő időszakban. A helyszínen sajtótájékoztatón kaptak információt az újságírók. Ennek a területnek a rendbetételére már régóta vártak a környéken élők s az itt közlekedők. A kivitelezés az ivóvízvezeték kiváltásával kezdődött. Ez tavaly év során ez befejeződött, mint 510 folyóméter hosszan. A most folyamatban lévő munkák a csapadék csatorna tervének véglegesítése miatt zajlanak. A kivitelező mintegy 20 helyszínen feltárási munkálatokat végez, és a megépítendő csapadék csatorna gerinc, illetőleg a meglévő közműveknek a viszonyát vizsgálja meg és tárja fel. Ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, akkor az Alvíz ZRT véglegesíti ezeket a terveket. A vízjogi létesítési engedély várhatóan tavasz folyamán rendelkezésre fog állni, és a meglévő csapadékcsatorna átépítés és az új gerincvezeték kiépítése pedig a burkolatépítési munkák keretein belül fog megvalósulni. A forgalmas belvárosi útszakasz mellett a lakóházakon kívül nagyon sok közintézmény található. Már csak ezért is fontos a megfelelő infrastruktúra kialakítása. Ennek megteremtésére a Kovács Károly városépítő program ad lehetőséget. A kivitelezés jelenlegi fázisa után már a folytatást tervezik. Reményeink szerint az év második felében a csapadék csatorna megépítésével egyben az utak, a járdák is megújulhatnak, és nagy öröm számunkra, hogy nem csak maga az Ady utca újul meg, hanem ehhez kapcsolódóan az önkormányzat szintén saját forrás felhasználva, szintén a Kovács Károly program, városépítő program keretében a Volt Zsinagóga jelenleg hangversenyterem előtti teret is megújíthatja. Ennek nagyon szép tervei készültek el, és hát öröm látni számunkra, hogy a magánerős befektetők is megmozdultak az utcában, hiszen az Ady utca 6-os házszámnál egy társasházi építés kezdődött el az elmúlt időszakban. A térségben tavasszal további építkezésekre lehet számítani. Egyebek mellett a polgármesteri hivatal parkolójának felújítására készülnek.